Kerub sorozat, negyedik előadás, hierarchia. Elmondtunk már egy-két dolgot az angyalokról, beszéltünk kerubokról, szeráfokról, őrangyalokról. Dániel könyvének 7. fejezete, 10. vers szerint az angyalok száma igen nagy. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és 10.000-szer 100.000-en hódoltak neki. Erre a helyre utal a Jelenések könyve is, az 5. fejezet 11. versében. Sok angyalt láttam és hallottam szavukat a trón körül, és az élőlényekét és a vénekét, és számuk ezernyi ezer volt. Kétségtelen tehát, hogy nagyon sok angyal létezésével kell számolnunk, akik mind személyes lények, mindegyiknek saját tulajdonságai vannak, mindegyiknek saját hatóköre és működési területe van, nem kérdéses tehát, hogy az angyalok világa rendkívül gazdag. Föltehetjük a kérdést, van-e az angyalok között hierarchia, alá és fölé rendeltség? Mint hogy az angyalok funkciói különböznek, de mindig Isten szándékait hajtják végre, amelyek egymással hiánytalan összhangban állnak, egészen biztosan érvényesül közöttük valamilyen rendszer. Márpedig rendszert nem lehet elképzelni alá és fölé rendeltségek nélkül. Kisebb hatalmú angyalok alá vannak rendelve tevékenységükben a nagyobb hatalmú angyaloknak, anélkül, hogy ez korlátozást jelentene. Éppen azáltal érik el céljukat, bontják ki egyéniségüket, hogy működésüket harmóniába hozzák a hierarchiában fölöttük álló angyalokéval. Ezt az elméleti megfontolást megerősíti a Szentírás is, amikor megenged magának olyan kijelentéseket, amelyek egyes angyalokat mások fölé helyeznek. Így például a Jelenések könyvében azt olvassuk, egy erős angyal követlet föl, olyat, mint egy nagy malomkő. Jelenések könyve, 18. fejezet, 21. vers. Ez érezteti, hogy vannak kevésbé erős angyalok is. Tóbiás könyvében Ráfael angyal így mutatkozik be, én Ráfael vagyok, egy a 7 szent angyal közül, aki készen állunk, hogy az Úr fönséges színe elé lépjünk. Tóbiás könyve 12. fejezet 15. vers. Ez a szöveg királyi udvartartás képében ábrázolja a mennyet, ahol a legelőkelőbb udvari emberek bejáratosak a királyhoz. A 7-es száma szentséget fejezi ki, nem beendő okvetlenül aritmetikai értelemben, minden esetre az angyali hierarchia csúcsához van sorolva Ráfael. Hasonló Gábriel bemutatkozása a Lukács evangéliumban, én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Lukács evangéliuma 1. fejezet 19. vers. Annak a különbségnek, hogy Gábriel Isten színe előtt áll, Ráfael pedig csak készen áll arra, hogy belépjen az Úrhoz, nem kell jelentőséget tulajdonítani, az angyalok mindig látják az Atya arcát, ahogy Máté 18.10-ben olvassuk, vagyis az üdvösség állapotában vannak. Ráfael és Gábriel személye azonban ki van emelve emberi szavakkal, a királyi udvartartásból kölcsönzött képekkel, nem a kép, hanem ez a kiemelés a lényeg. Van továbbá két hely az Új Szövetségben, ahol az arkangyal, magyarul főangyal kifejezéssel találkozunk. Így az 1. Tesszaloniki levélben, Krisztus 2. eljöveteléről ezt olvassuk, a parancsszóra, a főangyal hangjára és Isten harsonájának szavára az Úr maga leszáll az égből. 1. Tesszaloniki levél 4. fejezet 16. vers. Júdás levele pedig a Mózes mennybe menetele című apokrif, azaz nem bibliai könyvet idézve, meg is nevez egy arkangyalt, Mihály főangyal, amikor az ördöggel vitatkozott és viaskodott Mózes teste miatt, nem mert káromló ítéletet kimondani ellene, hanem azt mondta, büntessen meg téged az Úr. Júdás levele 9. vers. Ezzel a Szentírás is jóvá hagyja az elméleti megfontolást, amely szerint az angyalok között vannak emberi szóval rangok. Van alá és fölé rendeltség.
nagyon világosan ki kell azonban mondani, hogy ez nem elnyomás szolgasors, mert az ilyesmi nem fér össze a szent angyalok üdvözült állapotával, nincs lázongás, nincs sarnokság, nincs lenézés vagy bő, hanem csak örvendező, szeretetben való együttműködés, gyönyörű harmónia. Minden angyal tökéletesen és túláradóan boldog, mert lényük teljesen megvalósult Isten szépségében és szeretetében. Csak éppen nem egyformák, de élvezik különbözőségüket. Örömüket lelik abban, hogy azok lehetnek, akik. Mielőtt az angyali hierarchiát tovább elemeznénk, mondjunk néhány szót az angyalok nevéről is. Három angyal nevet ismertünk meg a fenti idézetekből, Ráfael, Gábriel és Mikael, Mihály nevét. Ezt a három angyalt az egyház arkangyalként tartja számon, és külön ünnepet szentel nekik, szeptember 29-én, ami régebben csak Szent Mihály főangyal ünnepe volt, kifejezetten csak Mihály van közülük fő angyalnak nevezve. De amint láttuk, Ráfael és Gábriel is ki van emelve a Szentírásban. Jó angyalokról több angyal nevet nem is ismerünk a Bibliából. Mit jelentenek ezek az angyali nevek? És egyáltalán mit gondoljunk az angyalok nevéről? Az angyalok tiszta szellemek. Nem érzékelhető jelekből szerzik információikat, nem szavakkal társalognak, egymás gondolataiba a tisztán szellemi értelmi megismerés eszközével hatolnak be, kölcsönös kapcsolatuk révén. Értelmi fölismeréseiket nem kell szavakba foglalniuk. Nincs szükségük névre sem, abban az értelemben, hogy valamelyik hangcsoport jelzi a szemét. Névre csak akkor van szükség, ha az ember számára kívánjuk megjelölni őket. Ilyen értelemben a Szentírás nem elárulja az angyalok nevét, hanem sokkal inkább nevet ad az angyaloknak. Mérvadóak Nagy Szent Gergely pápa eszmefuttatásai. Ő a 6. században élt, 604-ben halt meg. Idézek szó szerint. Tudnunk kell, hogy az angyal szó tisztséget jelent, és nem természetet. A mennyei hazának ezek a szellemi lényei ugyanis természetük szerint mindig szellemek. Viszont egyáltalán nem mindig lehet angyaloknak nevezni őket, valójában csak akkor angyalok, vagyis küldöttek, amikor valamilyen isteni üzenetnek közvetítői. Azokat, akik kisebb jelentőségű üzeneteket hoznak, nevezzük angyaloknak, azokat pedig, akik fontosabb üzeneteket adnak át, főangyaloknak. Ezért van az, hogy a boldogságos Szűz Máriához nem akármelyik angyalt, hanem Gábor főangyalt küldte Isten. Úgy illet, hogy erre a szolgálatra főangyal jöjjön, hiszen a legfontosabb üzenetet hozta. Még mindig Nagy Szent Gergely pápát idézem, a főangyalokat az említett okból külön névvel is megjelöljük. A szavak jelentése ugyanis feltárja, hogy működésükben mire is van leginkább adottságuk. Abban a szent országban a mindenható Isten színelátása tökéletessé teszi a tudást. Ott tehát kiki nem azért kap saját nevet, mint a név nélkül nem lenne ismeretes a személye, hanem azért, mert amikor valamilyen szolgálat ellátására hozzánk jönnek, ennek a küldetésnek megfelelő nevet viselnek. Ezért az egyikük neve Mihály, ki olyan, mint az Isten. A másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké pedig Rafael, Isten orvossága. Tudomásunk szerint valahányszor csodálatos hatalmat kell kifejteni, Mihály kap küldetést, hogy tevékenységéből és nevéből egyaránt kitűnjék, senki sem tehet olyan nagyszerű dolgokat, mint amilyeneket Isten megtehet. Éppen ezért van megírva, hogy az ősi ellenség Mihály főangyallal fogja végső csatáját megvívni. Ez még mindig Nagy Szent Gergely idézet. Ezt Szent János révén tudjuk, akkor nagy harc támadt Mihály főangyallal, jelenések 12.7, tudnélik, amikor a világ végén a maga erejére hagyja Isten a bukott angyalt, és letaszítja végleges kárhozatába.
Ő az az ősi ellenség, aki gőgében hasonló akart lenni Istenhez, mondván, én az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé állítom trónomat, hasonló leszek a fölségeshez. Izajás 14.13. Ez még mindig Nagy Szent Gergely idézete. Ugyanúgy, azért küldte Isten Szűz Máriához Gábort, mert az ő neve Isten ereje. Krisztus jött ugyanis hírül adni, aki a láthatatlan világ gonosz hatalmasságainak a letörésére kegyes volt nyomorúságos külsőnkben megjelenni, ugyanakkor erős istenként és győztes harcosként is jött a földre, és ezért jelentette be az Isten erejének nevezett angyal. Végül Ráfael nevének jelentése Isten orvossága. Ennek az a magyarázata, hogy amikor gyógyító beavatkozással megérintette Tóbiás szemét, megszüntette a vakemberre borult sötétséget. Természetes tehát, hogy akit Isten gyógyítás céljából küld, az méltán viseli az Isten orvossága nevet. Itt zárul a Nagy Szent Gergely idézet. Mihály arkangyal neve, Mikael, ki olyan, mint az Isten, szorosan összefonódik a lázadó angyalok ellen vívott harca. Azok vezére a sátán gőgében Isten helyébe akarja tenni magát. Ezt a gőgöt cáfolja, mint egy csatakiáltásként a Mikael név. A sátánnal és a lázadó angyalokkal később részletesen foglalkozunk, most csak annyit kell még megjegyezni, hogy a három megnevezett főangyal közül Mihály szerepel legtöbbször a Bibliában, Dániel 10.13-ban úgy jelenik meg, mint a legfőbb fejedelmek egyike, Dániel 10.21-ben pedig, mint a ti fejedelmetek, vagyis Izrael angyala, küzdő angyal a pogány démonok ellen. Mivel az egyház Izrael gyökerén nőtt fa, meggyőződésünk szerint Mihály az egyház védő angyala is. A legfontosabb hely, amely Mihály nevét tartalmazza, új szövetségi. Mihály és angyalai harcoltak a sárkánnyal. Jelenések könyve 12. fejezet 7. vers. Vagyis harcoltak az ördöggel. Ennek alapján szoktuk Szent Mihály főangyal a mennyei seregek vezérének tekinteni, és segítségül hívni a gonosz lelkek elleni szellemi harcban. Ábrázolásai is gyakran a sárkánnyal való küzdelem közben mutatják be. Még egy már idézett újszövetségi hely említi Szent Mihályt, Júdás levelének 9. verse, amely egy apokrif írás nyomán úgy ábrázolja Mihályt, mint aki Mózes holttestéért viaskodik és vitatkozik a sátánnal. Az idézetnek inkább pedagógiai értéke van, mégis fontos a hely, mert egyedül ez nevezi Mihályt arkangyalnak. Ez a kifejezés a másik két néven nevezett angyallal kapcsolatban nem fordul elő. Zsidó apokrifek gyakran mutatják be Mihályt úgy, mint aki a meghaltak lelkét Istenhez vezeti, így Ádám és Ábrahám lelkét, de gondoskodik az elhunyt igazak testéről is, többek között Ádám és Mózes testéről. Ez a hagyomány Júdás levele nyomán tovább élt az egyházban, abban a formában, hogy a megholtakat Szent Mihály vezetésével ragadják ki az angyalok a gonosz lelkek kezéből, és viszik a mennybe. Ezért gyakran Szent Mihály a temetők védőszentje, és a halottvivők hordozható koporsó állványát a nép Szent Mihály lovának nevezte el. Tegyük még hozzá, Jehova tanúi azt tanítják, hogy a názáreti Jézus nem más, mint Mihály arkangyal megtestesülése. Jézus, a megtestesült Isten, legyen irgalmas bírájuk. Gábor arkangyal neve, Gabriel, Isten erőse, Isten erős, vagy Isten ereje jelentésű. A keresztény hagyomány, mint Szent Gergelynél az imént láttuk, a nevet a legutóbbi formában szereti visszaadni, Isten ereje. Gábriel szerepet játszik az ószövetségi apokrif irodalomban. A Bibliában ő jelenik meg félelmetes látomásként Dániel prófétának.
Dániel könyve 8. fejezet 15-től 19. versig, 9. fejezet 20-tól 23. versig, és 10. fejezet 4. verstől 12. fejezet 23. versig, bár a harmadik jelenetben nincs néven nevezve. Ez a harmadik jelenet nem csak üzenethozóként mutatja be, hanem harcos angyalként is, akit Mihály támogat küzdelmeibe. Legfontosabb azonban új szövetségi szereplése. Ő hozza hírül Keresztelő János születését, apjának Zakariás papnak, Lukács első fejezet 11-től a 20. versig, és ő hozza meg Szűz Máriának a hírt, hogy Isten fiának anyjává lesz. Lukács első fejezet 26-tól a 38. versig. Itt különös jelentősége van Gábriel nevének, hiszen Máriát a magasságbeli ereje árnyékozza meg. Lukács 1.25. És így következik be a szűzi foganás csodája. Az angyali üdvözlet jelenetét gyakran bájos idillként mutatják be az ábrázolások. Az Úr szolgáló leányát azonban félelmetes erőre vagyja meg, gyöngéden és boldogítóan, egyúttal azonban minden nukleáris robbanást meghaladó energiával. Hiszen ami történik, az szétfeszíti a teremtett természet határait. Ezt az aspektusát próbáltam megragadni a jelenetnek Gyümölcsoltó című versemben, ami persze csak bátortalan dadogás ahhoz a szívet remegtető misztikumhoz képest, amit a megtestesülés jelent. Tonnányi sűrű levegő, mit szólsz a kalapács alatt, karod eleven derekad, mit szólsz törékeny, egyetlen arc ez remegő önkívületben semmi más, egyetlen éj nőtt kalapács, egyetlen tépő lobbanás, egyetlen téren túli nász, merülő csillag. A harmadik főangyal, Ráfael, kizárólag Tóbiás könyvében szerepel, amelyről jó tudni, hogy úgynevezett deuterokanonikus könyv. Zsidó testvéreink és protestáns testvéreink apokrifnak, szentíráson kívülinek tartják. A könyvben elbeszélt történet tanmese. Ráfael angyal emberi alakban elkíséri útjára az ifjú Tóbiás, feleségét megszabadítja a démontól, apját pedig kigyógyítja vakságából. A mesének azonban súlyos teológiai mondanivalója van. Leírja az angyalok segítségének különböző aspektusait. Ráfael neve, Isten gyógyít, Isten orvossága, határozottan azt mutatja, hogy kiemelkedő szerepet játszik ez az angyal a gyógyulás eszméjének megvalósulásában. Zsidó apokrifokban is szerepel. A keresztény hagyomány Tóbiás könyvében játszott szerepe miatt az utasok védőszentjének is tekinti Ráfaelt. Mivel Tóbiás könyve 7 angyalt említ, akik készen állanak, hogy az Úr színe elé lépjenek, az apokrif irodalomban természetesen született a gondolat, hogy 7 főangyalról beszéljenek. Jó magam úgy vélem, hogy a 7-es szám a szentség kifejezése, és nem okvetlenül matematikai érték. A zsidó és nyomában a keleti ortodox hagyomány még a nevét is tudni véli a 7 főangyalnak. Mikael, Gabriel, Ráfael, eddig tart a bibliai anyag, Uriel, Szelafiel, Jegudiel, Barakiel. Sok egyéb név is szerepel, főképp a Kabalában. Nincs okunk azonban, hogy a Biblián kívüli angyalnevekkel törődjünk. Mikor egyszer Metatron angyalról kérdeztek, Metatron, azt hittem vicc. De nem addig van a Kabalában, Metatron valóban szerepel méghozzá, mint igen fontos angyal. A Kabala azonban nem kinyilatkoztatás, ellenkezőleg annak okkult eltorzítása. A New Age persze boldogan felkarolja, de mi maradjunk a Bibliánál. A Bibliát se értelmezzük önkényesen, ötletszerűen. Létezik egy teológiai hagyomány,
amely jeruzsálemi Szent Cirilre és Szent Ambrusra vezethető vissza. Ők mind a ketten a IV. Században éltek, és később Pseudo Dionysius és Nagy Szent Gergely írásainak tekintélye nyomán, akik mindketten 6. századi teológusok, az ő írásaik tekintélye nyomán terjedt el, és a középkorban általános elfogadottságnak örvendett. Ez a hagyomány 9 angyali kart sorol fel. A legalsó karon kezdve ezek a következő formának: angyalok, arkangyalok, fejedelemségek, erősségek, hatalmasságok, uralmak, trónusok, kerubok, szerápok. A szokatlanabb elnevezések a páli levelekből származnak, ott utánuk lehet nézni, Efezusi levél 1. fejezet 21. vers, és Kolosszei levél 1. fejezet 16. vers. Nos, ezek minden bizonnyal valóságokra vonatkoznak. De egyáltalán nem bizonyítható, hogy minden különböző elnevezés egy külön angyali kart jelöl. Láttuk, hogy a Jelenések könyve összevonja a kerubok és szeráfok vonásait. Láttuk, hogy Mihály nem csupán főangyalnak, hanem fejedelemnek is van nevezve. Semmi bizonyíték nincs arra nézve, hogy egy erősség ne lehetne egyúttal hatalmasság is, vagy egy trónusnak nevezett angyal ne volna esetleg főangyal vagy szeráf, és így tovább. Mint Előd István dogmatikája mondja, a középkorban sokat foglalkoztak az angyalok számával, neveivel és hierarchiájával, ezekről a kinyilatkoztatás hallva. Legfeljebb annyit jelez, hogy nagy számban vannak, vezd össze, Jelenések könyve 5. fejezet 11. vers. Egyéb idevágó következtetések, például az angyalok 9 kara, bizonyos bibliai helyek félreértéséből adódnak, idézet bezárva. Magam úgy vélem, a Szentírásból annyit tudhatunk, hogy az angyaloknak van hierarchiája. A főangyal elnevezés használata mindenképpen erre utal. Ennek a hierarchiának részletezését azonban nem nyújtja a kinyilatkoztatás. A 9 karról szóló tanításnak nincs dogmatikailag kötelező ereje, sőt mondjuk ki nyíltan, nincs semmi komoly alapja sem. A katolikus egyház katekizmusa meg sem említi. Hagyománytisztelő írásokban mindmáig felbukkan, valamiképpen az egyház bevett nyelvezetéhez tartozik, de fogalmi értéke nincs. Annyit sejtett velünk, hogy az angyalok világa minden képzeletet felülmúlóan gazdag. Annak is kell lennie, hiszen minden angyal más és más. Ők nem lehetnek egy faj egyedei, mint az ember, mert nincs bennük mennyiségileg sokszorosítható anyag. Minden angyal külön faj. Úgy különböznek egymástól, mint, bocsánat, az aműba a saskesejtől, az elefánt a kengurutól. Az angyal féleségek mérhetetlenül változatosak. Isten dicsőségére. Pontosabbat pedig nem tudunk. Ennyit az okoskodásból, és most még egy vers következik. Egy arkangyal vers. A címe Szent Mihály tánca. Kicsit balladás. Talán nem érthető, de azt remélem érezhető, sejthető. Sejemburjázás, foszfor örvény, kócsag véra, vivajok földjén, valami láz, valami nász, sötét kék tavon sötét zöld fény, belém találsz. Boldog lángod velőmet rágná, de az ember nem lehet lángá, mert teste van, mert este van, mert 12 bivaj vigyáz rá halálosan. Nem maradok a mocsár fogja, döngő mezőn ropog a kopja, forradalom, riadalom, Mihály győzelmi táncát ropja, fiatalom. Foszforburjázás, sejem örvény, bivaj vér a kócsagok földjén, tündéri láz, tündéri nász, tündéri tavon sebből dölt fény,
hazatalálsz. Kovács Gábort hallották.